A helyi közösségeknek egyre kisebb a mozgástere, a polgároknak mégis komoly elvárásaik vannak az új tanácsokkal szemben. Évek óta már nem nagyon van alsóvárosba tett befektetői, most konkrétan mivel a Táncsics Mihályból vagyok, tehát ott nagyon nagy gondot okoznak a teherautók, tehát repetéznek a házak, idősebbek már nem tudják megjavítani. Ugyanakkor a kanalizáció elvezetése, tehát beszélünk, meg forszírozzuk tehát a természetvédelmet, tehát... Mivel nincs megoldva a kanalizáció, tehát így az emberek rá vannak kényszerítve, hogy az utcára dobassák, tehát a szennyvizet, ez nagyon nagy gond. Alsóvároson mások is az infrastruktúra fejlesztését hiányolják a leginkább. A május egy utcán olyan gödrös az utca, hogy a motorbiciklisek, a biciklisek, az autósok, azok mind meg kell, hogy álljonak, hogy egymást elbírják kerülni, mert annyira rossz az út. Petőfi Sándor utcában lakunk, és ott az egy sarkon nincsen szennyvíz levezető. Sőt, ez a mi a fene, az esővíz, még arra se nincs. És akkor egy kis eső van, akkor az az egy sarok úszik. A második helyi közösségben, a Brászfa iskolában lévő szavazóhelyen délelőtt 10 óráig nagyjából 50-en járultak az urnák elé. Itt legfeljebb 200 szavazatra számítanak. Általában ilyenkor délelőtti órákban sokkal többen jönnek ki, aztán délután órák megrásokat. Nem hiszem, hogy olyan a nagy szavazás számítunk, hogy kijönnek nagyon sokan. A voksokat 20 óráig adhatják le a szavazásra jogosult polgárok az Óbecsei, Péterévei, Bácsföldvári és Dreai szavazóhelyeken.